Köszöntöm Önöket a Szóbeszédben, ahol mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az Önök véleménye. Beköszöntött a hidegebb idő, ezzel együtt pedig beléptünk a megfázásos influenzás megbetegedések időszakába. Ez alkalommal arról kérdeztem Önöket, milyen módszerekkel igyekeznek elkerülni a betegségeket, legyen szó akár vitaminok szedéséről, vagy régi népi hagyományos módszerekről, és természetesen orvos szakértőnk véleményét is meghallgathatják. Tartsanak velünk! Az őszi megbetegedésekről kérdezzük az embereket, hogy van-e valami biztos módszere, amivel próbálja elkerülni mindezt? Teja. Gyógyteja. És hogyan készíti, vagy milyen gyógyteát szokott írni? Gyűjtöm, és utána leforrázva fogyasztom mézzel. Saját kézzel szedi a növényt hozzá? Igen. És tényleg is hol és milyen növény? Bodza, a patakpart teli van bodzával, például akkor a csalán. Hogy leforrázza, és leönti róla? Rosmaring, igen. Akkor még hogy frissen forró. Vagy zölden, tehát abszolút, vagy pedig meg van szárítva, és akkor utána fölforralva a víz, és leforrázva, ízesítve, kiváló, lehetőleg vézzel. És ez beválik Önöknek? Tehát ritkán beteg? Igen. Hát minden tisztít, meg lehet róla olvasni, minden. Minden nap fogyasztják? Hát igen, amikor különösen, amikor jól esik. Igen, ilyenkor, mikor hideg van, jól esik. Akkor különösen, de nyáron is, tehát ugyanúgy. Amikor jól esik teját inni, az ember úgy gondolja, hogy jól esik teját inni, akkor mindig hideg. A cukor nélkül inkább mézzel? Inkább mézzel természetesen. A méz is ugye hozzátesz ehhez, az is nagyon egészséges. Természetesen. Minden egészséges. Épp az őszi megbetegedésekről kérdezzük az embereket, hogy hogyan próbálják elkerülni. Van-e Önnek valami biztos módszere? Én mozgok sokat, és ezáltal edzett lesz az immunrendszerem. És ez be is válik, tehát akkor ritkán beteg? Igen. Tehát nagyon ritkán vagyok beteg, most csak egy kontrollra kellett visszajönnöm, de jelentéktelen, hogy és igyekszem mindenhol kerékpárral közlekedni, az egészségem megőrzése miatt. A testmozgás ez nagyon fontos, és esetleg mégis megbetegszik, elkap valamit, akkor van valami biztos módszer, esetleg valami népi hagyományos módszer, vagy gyógyszer? Hát nem szeretem a gyógyszereket, úgyhogy inkább kikurálom magam, meg a megfázások többsége ugye vírusos jellegű, azt meg csak pihentetéssel lehet kifeküdni. Akkor pihen, folyadék? Így van. Van-e valami biztos módszere, hogy ne betegedjen meg Ön vagy a család? Nincs. Beleesek abba, aki megbetegszik. Tényleg? És ilyenkor ősszel rendszeresen jön egy kis megfázás, vagy egyéb? Rendszeresen. Elég sűrű járok olyan helyre, ahol sok ember tartózkodik, és sajnos nem lehet kivédeni. És hogyha már megbetegedett, akkor van valami biztos módszere, ami Önnek nagyon beválik ilyenkor? Igazából nincs. Az ilyen fajta megbetegedés gyógyszerrel 7 napig tart, gyógyszer nélkül meg egy hétig. Tényleg? Így van. Hát akkor Ön szerint nem is érdemes leszedni semmit, csak mondjuk egy meleg tea, vagy van tényleg bármi? Igazából vitaminokat lehet szedni, de szerintem nem sokat ér a dolog ellen. Ennyi. Tehát akkor semmilyen módszer nincs, amikor megbetegszik, csak megvárja, hogy elmúljon. Így van. Ez a biztos módszer. Meg kell várni, amíg elmúlik. És ki hordja inkább lábon, vagy megteheti, hogy otthon pihen ilyenkor? Nem, inkább lábon. Tehát igazából a mai világban nem nagyon lehet megtenni, hogy otthon pihengetek addig, amíg elmúlik. Épp az őszi megbetegedésekről kérdezzük az embereket. Neked van valami biztos módszered, amivel elkerülöd? Hát igazából sok vitamint szedek, mind D-vitamint, mind pedig különböző ilyen kálciumot és hasonlót, illetve be fogom oldatni majd az influenza oltást is, amit így hát, nagyon tudatosan óvod magad. Igen, igyekszem. Akkor esetleg valamelyik ilyen egészségközeli szakmához közöd van? Hát rekreációt tanultam, hogy egészséges életmódfejlesztést, illetve világ egyetemes sportosan éltem, úgyhogy igyekszem ehhez mérten az tudatos életmódot is folytatni. Akkor tudnál valamilyen szakértői tanácsot adni az embereknek? Akkor ez a vitaminszedés, illetve a megfelelő étkezés, hát, gondolom? Tudom, igen, meg a pluszban még a sportot ajánlanám így még kiegészítésnek, igen. És hogyha esetleg megbetegszel, akkor van valamilyen tuti módszered, amivel igyekszem minél hamarabb túl lenni rajta? Igazából nincsen kimondottan erre módszerem. Ritkán szoktam beteg lenni, szerencsére ilyen szempontból szerencsés vagyok. És akkor nem szedsz ilyenkor gyógyszert, csak mondjuk inkább egy forró tea, pihenés? Inkább ilyen gyömbéres tea, és inkább ilyen házi praktikák. És
gyömbért, ezt le kell reszelni, ugye? Jól? Igen, és úgy bele teába, így van. Hogyan próbálja elkerülni a betegséget? Én sokszor gyümölcsöt teszek, úgyhogy mindenfélét, alma, szőlő, káposzta, ami létezik, ilyen mindent, ennyi. És ez beválik? Tehát ritkán beteg? Igen. Úgyhogy akkor a családnak is ezt szorgalmaz, hogy egyenek gyümölcsöt? Próbálom, de ők nem nagyon tartják be. Úgyhogy igen. És most mit vásárolt, amivel a vitaminbe vitelt? Szőlő, alma, ennyi. Igen. És valami régi népi módszert esetleg ismer, alkalmaz is, amikor beteg? Szerintem a gyömbér meg a káposzta. És ezt hogy kell elkészíteni, hogy... A gyömbér tejának le kell reszelni. Káposztát meg úgy simán enni, sőt kivéső. Milyen betegségeket nevezünk egyszerűen összefoglalva megfázásnak? Általában ez alatt a vírusos eredetű, és inkább felső légúti, kurutos betegségeket szoktuk annak nevezni, torokfájás, ordugulás, orfolyás, esetleg köhögés. Mikor van ennek időszaka, vagy van-e olyan időszak, amikor ezek gyakoribbak? Általában télen, illetve már ősszel jellemzően, amikor az iskola kezdéskor és a szabadságok végeztével, a munkai kollektívák ugye helyreállásával ezek általában úgy föllángolnak, most is jó sok beteg van. Ugye már közeledünk az influenza szezonhoz is, mit javasol, adassunk-e bevédőoltást? Ha igen, akkor ezt mikor érdemes? Föltétlen javasoljuk a védőoltás beadását azoknak legalábbis, akik vagy az idősebb koruk, 60 év fölött, vagy valamilyen egyéb krónikus betegségük miatt veszélyeztetettebbek az influenza ugye, alatt. Fiatalabb és egészséges embereknek is ajánlható, ha nem influenzával akarja a szabadságát tölteni, síjelés helyett, vagy a munkaidejét. Van ennek időszaka, hogy mikortól lehet kérni a vakcinát? Igen, hát akkor, amikor a oltóanyag rendelkezésre áll, a veszélyeztetett betegeknek már most adjuk is, és úgy tudom, hogy vagy már kapható, vagy a napokban kapható lesz a patikában a nem veszélyeztetett betegek számára receptelek is pénzért írható influenza oltás. Az egyszerű meghüléshez mit javasol, hogyan kuráljuk magunkat? Az egyszerű meghülés az egyfelől nem influenza, másfelől nem bakteriális fertőzés. Mi semmiképpen sem javasoljuk azt, hogy antibiotikumot szedjen a beteg fölöslegesen, hanem kis türelmet javaslunk, tüneti gyógyszereket, lázcsillapítást, köptetőt, orsprét, könnyebb legyen az életük, és hát az otthon maradása lehet, vegyék igénybe a táppénzt azért, hogy ne terjedjen a fertőzés. Tudjuk tehát megóvni magunkat a betegségektől. Ne felejtsék, hogy elengedhetetlen a testmozgás, a megfelelő étkezés és a vitaminbevitel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek kíváncsi. Viszontlátásra!